A gondokkal küzdködő és az utóbbi hetekben a kieső zónába lecsúszó szekszárdi UFC nem állt be Bekkelni, a pontszerzés reményében próbált támadni, nyomást gyakorolni a Paks 2-re. De a kapu közelében hiányzott belőlük az átütő erő, igaz, a PFC védő is összhangban egymást kisegítve jól helyezkedve játszottak. Nem így a szekszárdi hátsó alakzat játékosai, akik sokszor lekéstek már a középpályán meginduló paksiakról, így nagyon sokszor abszolút rendezetlen védelemben szembe érkeztek meg a 16-oson belőle. Hamar kialakult a három gólos különbség, a 7. percben Bognár István szerezte meg az első gólt, majd 10 perccel később egy még jobban kijátszott akció végén a fiatal Szendrei köszönt be, már is 2-0 a zöldmezben játszó Paks 2-nek. A 23. percben szintén egy gyors, pontos passzokból álló hazai támadás végén a rutinos NB1-es csapatból visszajátszó Bognár kivételes rugótechnikáját is megcsillantva már a második gólját jegyezte. Nem telt el fél óra, 3-0-ra vezetett a Paks 2, no a mezőnyben sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, mitöbb nem egyszer gólveszélyes támadást is vezettek a szekszárdiak. Több gól már nem esett az első félidőben. A folytatásban még a második játékrész elején gólt szerzett az UFC, sokadik ehhez hasonló szép támadás végén. Németh Kristóf adta a gólpaszt a szintén nyáron érkező Mayer Milánnak. A csatár, ahogy azt kell, élt a felkínálkozó lehetőséggel. Ezt követően a szekszárdi szurkolók arra számítottak, hogy csapatuk, ha nem is szerez pontot, de végig nyíltá tudja tenni a mérkőzést. Nem ez történt, hanem folytatódott a paksi gólgyártás. Az első csapatból érkező center Ádám Martin nem akart úgy lemenni cserével a pályáról, hogy nem szerez gólt, ezt az 54. percben megtette. Újra visszaállt a három gólos különbség. 6 perccel később gyors paksi kontrák egyike végén Szendrei talált be, aki immáron a második gólját szerezte. Ezután már az NB1-es csapat játékosai közül Bognár és Ádám nem volt a pályán, viszont az eddig az élvonalban kevés lehetőséget kapott Nagy Richárdot becserélte Kindl István edző, aki újra lendületet kölcsönzött az összességében tehetséges fiatalokból álló paksi csapatnak, amely az utolsó percben még egyszer beköszönt a szekszárnak. Arra a bizonyos íra pontot Máté Gábor tette fel, elszomorítván az ellenfelet, mert hogy a végeredmény Paks 2 szekszárd 6-1, ami az összkép alapján mindenképpen túlzónak tekinthető. Mi javunkra 11-es nem adtak meg, ami szerintem legalább olyan szabálytlanság volt, mint a paksiaké. Mondjuk a második gólnál ott az Ádám Martin, amit teste befordult, azt hiszem, hogy ezt csak ő tudja, tehát az egy NB1-es kvalitásokkal rendelkezik, tehát ezekkel nem bírtunk, erőködtünk a mezőnybe, de sajnos már ennyire tellett. A három visszajátszó nagy kedvel játszó élvonalbeli játékos túl sok volt az UFC-nek, de DNS Pál nem kesereg azon, hogy más csapatok gyengébb játék erejű Paks 2-vel játszhattak, és nagyobb esélyük volt a pontszerzésre, mint nekik. A PFC 2 edzője szolidális emiatt a szerencsétlenül járt szekszárdiakkal, de neki, mint elmondta, nincs beleszólása abba, hogy egy-egy hétvégén hányan játszanak vissza az NB1-es csapatból, ezt Bognár György vezető edző jelöli ki, mégpedig ránézve kötelező. Mi vagy kapunk visszajátszott, vagy nem kapunk vissza, ezt mindig a vezetőedző úr dönti el, hogy mire van szükség éppen az első csapatnak. Ma nagyon jól sült el, valóban hozzá tudtak tenni az első keretbe visszajátszók, talán ők jelentették a minőségi különbséget a két csapat között. A számszerű eredményt én is túlzónak tartom, annak ellenére, hogy a másik félidőt úgy kezdtük, hogy nekünk volt 3-0 két nagy helyzetünk. Erre lőttek egy nagyon szép gólt a szekszárdiak, lett 3-1. Ott még szerintem nem volt lezárva a mérkőzés, és a Ádám Martin villanásával 4-1-nél úgy érzem, hogy ott tényleg eldőlt, és a szekszárdiak ott már feladták a küzdelmet. A Paks 2 számára nincs elérve a konkrét helyezés elérése, a bentmaradás alapvető cél, ám ennél is fontosabb, hogy a csapat gerincét adó saját nevelésű fiatalok képességeik, adottságaik függvényében mindenképpen szemmel láthatóan fejlődjenek az NB3-ban. Egyre több Szendrei Ákos legyen, aki már kopogtat a felnőtt élvonalbeli csapat kapuján. Nagyon jó meccset játszottunk szerintem, domináltunk, sok helyzetünk volt, és nagyon jól játszottunk. Ez a két gól újabb fontos lépés az új edző bizalmának elnyeréséhez. Igen, mindenképpen szeretném elérni az ő bizalmát. Mindenképpen letisztultabban kéne játszok, kevesebb érintővel, gyorsabban, és fizikálisan még egy kicsit erősödnöm kell szerintem.
Kíváncsian várják a PFC házatáján Szendrei pályafutásának alakulását. Olybá tűnik ő lehet az újabb saját nevelésű játékos, aki helyet követelhet magának a szűkebb felnőtt keretben, hova tovább Hán János példát követve, akár a kezdő 11-ben is.